Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem jó. Nem jó irányba haladunk. Éppen mikor jöttem, hallottam egy híreket, egy hírt, hogy ugye Ukrajna azt mondta, hogy az EU-s országok a GDP-eknek az 1%-át azt adják Ukrajnának. Ez egy friss hír. Nem százasok ezek, ezek nem százasok, nem normálisak. Azt is mondták, hogy 10-szer annyira támogassa az EU a Ukrajnát, mint eddig. Tehát 10-szer annyira. Ez is a hírekben volt. És hát ugye minél jobban támogatják, annál tovább tart ez a háború. Mert ugye annyira nem tudják támogatni, hogy a ukránok győzzenek. Úgyhogy ez csak arra jó ez a támogatás, hogy minél hosszabb legyen a háború. És a nem háborúban érintett országoknak a lakossága az féljen a háborútól lehetőleg minél jobban. Tehát ugye ez ilyen modernkori hidegháború, ami most van. A hidegháborút azért találták ki, hogy az embereket félelembe taszítsák. Na most is ugye erről szól a történet, hogy minél jobban féljenek az emberek. Miért kellene félni? Mert minél jobban félsz, ugye nem mondtam, hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül, tehát minél jobban félsz, annál manipulálhatóbb vagy. Jó? Tehát minél több a félelmed, annál könnyebben manipulálnak. Kik? Bárki, gyakorlatilag bárki, beleértve természetesen elsősorban akit szeretnének, hogy ahonnan manipuláljanak, tehát ami manipuláljon leginkább, azt úgy hívják, hogy média. Tehát ugye leginkább azt szeretnék, hogy a média által legyél minél jobban manipulált, és minél több félelem van benned, annál manipulálhatóbb vagy. Tehát az ember úgy működik, hogy ha nem fél, akkor nem manipulálható. Hát ezzel kapcsolatban van egy érdekes dolog, hogy ez a legnagyobb problémája az embernek, hogy ebben a tekintetben nagyon úgy működik, mint az állat. Tehát gyakorlatilag még olyan állattal nem találkoztam, amely ne félt volna. Illetve nem is hallottam olyan állatról, amelyikben ne lenne félelem. Tehát egy állati tulajdonság a félelem. Tehát minden állat például egy nagyobbtól fél. Mert azt mondanád, hogy a krokodil nem fél, de hogy nem, a kis krokodil úgy fél, mint a csoda. Tehát, és ugye mitől félnek az állatok? Féltik az életüket. És mitől félnek az emberek? Féltik az életüket. Tehát akkor van valami közünk az állatokhoz, az állatvilághoz? Hát a lelkünknek semmi köze, a testünknek van valami köze, az biztos. Tehát hogyha nem lenne köze az állatokhoz, akkor mondjuk nem lennénk szőrösök. Tehát ugye a hölgyek is szőrösök, mert haj van a fejükön. Ugye a haj is szőr. Tehát lényeg az, hogy ugye a testünknek van valami köze. És akkor honnan származik ez a félelem kérdés? Ez ugye a túlélési ösztönből alakul. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor minden állatnak van túlélési ösztöne. De ezáltal, ha megnézzük, nem csak az állatoknak van túlélési ösztönük, hanem az embernek is van túlélési ösztöne. Na most így egy kérdés van, hogy az embert mi vezérli? Mert ugye az ember az egy ilyen nagyon érdekes kettős működésű lény, mert vannak ösztönei és van tudata. Az állatoknak nincs tudata, csak ösztöne van. És ebben ugye óriási mértékben különbözik az ember, hogy van tudata és van ösztöne. De kérdés az, hogy kit
mi vezérel? Az ösztöne vagy a tudata? Tehát vagy a tudata vezérel? Tehát ezzel az a baj, hogyha az ösztön vezérel, akkor belép a túlélési ösztön. És a túlélési ösztön bármi a túlélést valamilyen formában fenyegeti egy embernél, egy adott embernél, akkor létrejön a félelem. Tehát ez a legnagyobb problémája az embernek, hogy van benne túlélési ösztön. És akkor azt gondolnád, hogy de miért baj az, hogy van túlélési ösztönünk? Hát azért baj, mert az egyén azt gondolja, hogy meghal. Tehát meghal. És valóban részben meghalunk. Tehát részben. Az a baj, hogy ezt nem tanítják az embereknek, mert ha tanítanák, akkor nem félnének. Tehát részben hal meg. Tehát az ember nem teljes egészében hal meg, mikor meghal, csak részben. Mert ugyanis meghal a teste, de a tudata az nem hal meg. Ugyanis a tudata az tovább él a lelkében. Tehát a lelkünk révén van tudatunk. Ha nem lenne bennünk egy értelmes lélek, akkor nem lenne tudatunk. Tehát a tudatunk az tovább él. Az azt jelenti, hogy a lelkünkben él tovább. És a lelked az egy létközi állapotba kerül, amikor meghal az ember. Majd a létközi állapotból tovább lép egy új életbe. Tehát egy új, akár milyen életbe. Tehát egy, nem egy állati életbe, amikor azt tanítják, hogy mit tudom én, a lélek az belép egy növénybe, vagy egy kőbe, vagy egy állatba, akkor én ezen egy jót mosolygok, mert ekkora baromságot nem lehet még tanítani, mint ami ez. Tehát ez akkora baromság, hogy valami hihetetlen. Tehát bennünk van egy értelmes lény, amit úgy hívnak, hogy egy értelmes energia lény. Ez az energia lény, ez lélek. Tehát egy értelmes energia lény az nem válik kővé, nem válik növényé, nem válik tehát mit tudom én mondjuk állattá. Miért? Mert akkor nem tud lenni tudata. Egy kőnek nincs tudata, egy állatnak nincs tudata, egy növénynek nincs tudata. Tehát ezáltal nem válik azzá, aminek nincs tudata. Mit jelent a tudat? Hogy képes az ember gondolkodni. Gondolkodni más élőlény itt a Földön nem képes a gondolkodásra, csak az ember. Tehát csak az ember. Tehát ez azt jelenti, hogy a tudatunk révén gondolkodunk, tehát hogyha ezt összerakjuk ezt a dolgot, akkor meglátod, hogy a lelkünk révén gondolkodunk. Tehát ha nem lenne bennünk egy értelmes energia lény, magyarul a lélek, akkor nem tudnánk mi se gondolkodni, hanem úgy működnénk, mint egy fejlett állat. Tehát egy fejlett állat. Mondjuk a majomnál fejlettebb állat. Tehát úgy működnénk. Tehát ami azt jelenti, hogy a majom sem tud gondolkodni. Mit jelent a gondolkodás, hogy világos legyen? Logikus működés. Tehát nincs logikája a majomnak. Tehát a majom meg tud tanulni dolgokat, és ösztönösen a tudat alattiába beépül a megtanult dolog, és ösztönösen működik. Emberek is képesek erre, hogy a tudat alattiába beépülnek a dolgok, és akkor ösztönösen működik. Csak az nem egy logikus működés. Tehát a logikus működés az nem betanult működés. Világos ez? A logikus működés az azt jelenti, hogy egy mérlegelő működés. Tehát az illető az képes mérlegelni. Egy állat nem képes mérlegelni. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az ember meghal, csak részben hal meg, meghal az állati része. Gyakorlatilag az állati részünk
az a testünk gyakorlatilag, meghal az a rész, de nem hal meg az isteni részünk, az energia lényünk, a lelkünk, a tudatunk, és a tudatunk ezáltal, mivel a lelkünk él tovább, ezáltal a tudatunk is él tovább. Tehát így egy kérdés van, hogy az ember a földi létében, az emberi létében vajon melyik dolgot használja inkább? Az ösztöneit, tehát az állati részét, vagy az isteni részét, a lelkének a tudati részét? Ez a kérdés. A logikai részt. Tehát megnézed, az emberek cselekednek bizonyos helyzetekben, amikor ösztönösen cselekednek, úgy, ami nem ideális abban a helyzetben. Azért, mert a logikus gondolkodásukat nem vették elő, és csak az ösztönös működésük alapján cselekednek adott helyzetben. Az ösztönös működés az pedig azt jelenti, hogy úgy cselekszik abban a helyzetben, ahogy általában előtte már abban a helyzetben cselekedett. Nem abban a helyzetben, mert abban a helyzetben mindig egy helyzet, csak egyszer van. Az mindig a jelenben van. A múlt az soha nem teljesen azonos a jelennel. Ezáltal ugye amikor a jelenben cselekszik az ember, azt mondja, hogy úgy cselekedtem, mint a múltban, nem tudsz úgy cselekedni, mint a múltban, mert a jelen soha nem azonos, pontosan azonos a múlttal. Miért nem azonos a jelen a múlttal? Nagyon egyszerű, mert más időben történt, lehet, hogy a helyszín is más, de tételezzük fel, hogy a helyszín ugyanaz, de az idő már nem ugyanaz. Oké? Akkor például, ha te rólad van szó, azóta öregedtél. Tehát nem ugyanaz a személy cselekszik abban az időszakban. Világos ez? Hanem egy idősebb személy cselekszik. Az alatt az idő alatt, amennyi eltelt a két cselekvés között, amire azt mondják az emberek, hogy azonos cselekvés, a két cselekvés között eltelt időszak alatt te tapasztaltál, megéltél helyzeteket. Tehát semmiféleképpen nem vagy pontosan ugyanaz. Világos ez? Tehát semmiféleképpen nem tud a két cselekvés, a két helyzet, a két ember ugyanaz lenni. Világos ez? Na most ráadásul lehet, hogy azóta abban a helyiségben, mondjuk ahol az a cselekvés történik, átalakultak dolgok, mint a áthelyeztek dolgokat. Tehát már nem ugyanaz a helyiség. Akkor lehet, hogy ott van egy olyan ember, aki az előző cselekvésnél nem volt. Tehát már nem azonos a helyzet. Vagy lehet, hogy ugyanaz a személy van, de arra a személyre ugyanaz vonatkozik, hogy eltelt neki is egy idő a két cselekvés között. Ezáltal ő sem tökéletesen ugyanaz, mint az előző cselekvésnél. Világos voltam? Ráadásul ugye még az is különbözhet, hogy mi történik ott az adott helyzetben. Tehát mi történik? És hát két tökéletesen egyforma történés nincs. Tehát nincs. Tehát gyakorlatilag nem létezik. Tehát te nem tudsz tökéletesen úgy cselekedni, meg senki nem tud tökéletesen úgy cselekedni, mint előtte. Tehát magyarul fölveszel egy múltbéli cselekvésedet videóra mondjuk, fölveszel egy jelenbéli cselekvésedet videóra, és összerakod a két videót, és meglátod, hogy nem azonos. Tehát, ha megnézzük, olyan, hogy a jelenben ugyanaz lenne, mint a múltban, olyan nincs. Mégis az embereknek az állati részük, az elméjük, ugye az érzelmük, nem a tudatos rész, hanem az ösztönös rész, az mégis azt mondja, hogy úgy kell cselekedni, mint a múltban. Ez az állatoknál valamilyen szinten működik, a túlélés szolgálja, de az embernél a logikusság, a tudatosság, a gondolkodás a százszor, ezerszer, milliószor fontosabb, mint az ösztönös rész.
Tehát gyakorlatilag az ösztönös részre egy logikus embernek, egy gondolkodó embernek semmi szüksége. Azoknak van szüksége az ösztönös részre, akik kellően rossz állapotúak. Ezáltal nem tudnak gondolkodni. Mert egy rossz állapotú ember, egy rossz hangulatú ember képtelen a gondolkodásra, hanem átmegy ösztönlénybe. Mit jelent az, hogy jó állapot vagy rossz állapot? Sorolom a rossz állapotúságot, jó? Például valaki ellenséges, például valaki rossz indulatú, például valaki fájdalomban van, tehát fájdalmai vannak, például valaki mondjuk haragos, vagy gyűlölködő, vagy fél, tehát félelemben van, vagy rejtett ellenséges, vagy mondjuk együttérző, hoppá, együttérző, az egy rossz hangulat, tudtad? Hát akkor épp itt az ideje, hogy tudjad. Az együttérző hangulat az rosszabb, mint a félelem, képzeld, egy picivel, egy nagyon picivel rosszabb. Akkor nézzük tovább. Bánatos valaki, az már nagyon rossz hangulat, és a legrosszabb hangulat az az apátia, mikor valaki apátiában van. Most tehát vannak rossz hangulatok. Akkor van egy átmeneti hangulat, amire azt lehet mondani, hogy se jó, se rossz, az az unalom, és utána kezdődnek a jó hangulatok. Amikor az ember elkezd tudatos lenni. És minél jobb hangulatú valaki, annál tudatosabb, mondom a jó hangulatokat sorrendben, jó? Mikor valaki enyhén érdeklődő, annál jobb, mikor érdeklődő, annál még jobb, mikor valaki nagyon érdeklődő, akkor annál még jobb, ha valaki jókedvű, annál még jobb, hogyha valaki lelkes, oké? Annál még jobb, hogyha valaki feldobott, például, oké? Vagy éppen a művészi hajlamait éppen kiéli, vagy mondjuk játékos, vagy ilyen nagyon határozott, nagyon magas hangulatot hozott döntési helyzetben van. Oké? Ezek a jó hangulatok. Tehát az azt jelenti, hogy ekkor, mikor ezekben a jó hangulatokban van valaki, na akkor képes használni a tudatát. Oké? Tehát ugye volt egy átmeneti hangulat, az unalom. Ez mit jelent? Hát az unalom az hozza a lustaságot is. És az adott illető, amikor unalomban van, tehát lusta, akkor még arra is lusta, hogy gondolkodjon. Pedig nem gondolkodik negatívan, mert már nem gondolkodik negatívan, nincsenek negatív cselekvései, és mégis ugye azért nem logikázik, mert nem fordít rá energiát. Tehát azért nem logikus, azért nem tudatos, azért nem gondolkodik, mert nem fordít rá energiát. Miért? Mert nincs elég energiája. Világos ez? Tehát az, hogy az ember gondolkodjon, ahhoz energiára van szüksége. Jó? Tehát energiára van szüksége. Na most ugye vannak egy kis tanítást már belecsempésztem, most hadd csempészek bele még egy kis tanítást, módszereket nem fogok adni, csak tanítást, jó? Van ötféle energiaforrás, amiből az ember energiához tud jutni. Például a legelső a táplálkozás, mint energiaforrás. De a táplálkozásnak van egy ilyen visszássága, mert sokszor látod, hogyha kicsit túleszed magad,
akkor nem Kejfej Jancsi vagy, hanem Feküdj Jancsi, tudod? Ami azt jelenti, hogy elálmosodsz. Tehát ha az ember elálmosodik, hát azzal éppen a lustálkodást ugye szorgalmazza adott helyzetben. Hát ha meg lustálkodik, akkor meg nincs elég energiája arra, hogy gondolkodjon. Világos ez? Tehát ezért ugye maga a táplálék, mint energiaforrás ebből a szempontból érdekes, mert ha többet eszik az ember, akkor az nem plusz energiát ad, hanem maga az emésztés elvonja az energiát. Oké? És ugye az embernek energiára lenne a szüksége. Akkor másik energiaforrás, mikor ellopod mástól. Ez az energiavámpírkodás. Mit jelent az? Amikor az emberek nem akarnak rád figyelni, de eléred, hogy rád figyeljenek. Vagy egy adott személy nem akar rád figyelni, de valahogy eléred, hogy rád figyeljen. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy olyankor elvonják az energiát. Nem csak ez energia ellopás, hanem az is energialopás, amikor valaki negatívoskodik veled szemben. Oké? Pedig te nem akarod, hogy negatívoskodjanak veled szembe, és ő negatívoskodik veled szembe, és ellopja tőled az energiát. Például mondjuk leértékel. Mondjuk leértékel az illető. És azzal, hogy leértékel téged, biztos értékeltek már le életedben, és nem azt mondtad, hogy aj de jó, mennyi energiám lett tőle, hogy leértékeltek. Hanem kicsit összezuhantál a leértékeléstől. Az azt jelenti, hogy az energia távozott belőled, és kibe távozott? Hát aki leértékelt téged. Világos ez? Úgyhogy ez kemény, és ezt sokan csinálják, hogyha energiára van szükségük, akkor fogják és másokat leértékelnek, vagy másokat fogják és negatív információkkal bombázzák, és élvezik, hogy minél rosszabb állapotba kerül az illető, mert ő annál jobb állapotba kerül. Oké? Na most csak ezt meg úgy hívják, hogy etikátlanság. És minden etikátlanságot, amit egy ember elkövet, azt vissza fog kapni. Oké? Tehát, hogyha így nyer energiát, akkor nem feltétlenül azt jelenti, hogy más ugyanezt fogja vele csinálni, de hogy lesz olyan helyzete, ahol elfogy az energiája, az volt biztos. És akkor ugye elgondolkodna azon, hogy miért is fogyott el az energiám. Akkor rájönne arra, hogy hát azért fogyott el az energiám, mert én is csináltam olyat, hogy elvettem más energiáját. Oké? Tehát most mondok példát, jó? Itt van a média. A média az nem árasztana el téged negatív hírekkel, ha a mögött nem lennének emberek, akik megszerkesztik a híreket, sőt olyan emberek, akik kiadják az utasítást, hogy milyen híreket csináljanak, oké? Sőt olyan emberek is, akik megkapják valami még magasabb főnöktől, hogy milyen híreket kell az emberek felé kinyomni, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egész lánc van arra vonatkozóan, hogy az a hír az létrejöjjön, és akik ezt a hírben, a negatív hírekben részt vesznek emberek, és utána gondold végig, azok az emberek is, akik nem hírszerkesztők, de közrejátszottak abban, hogy a hírek eljussanak az emberekhez, a negatív hírek. Világos ez? Ez mind etikátlan ember. Világos ez?
Tehát kivétel nélkül. Mert azzal a munkával, amit ő beletett, hogy az embereknek eljusson a rossz hír, ami lehúzza őket, érted? Ez annyit jelent, hogy mindnyájan tettek azért, hogy ártsanak másoknak. Hogy etikátlanok. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen foglalkozást űz valaki. Mondok példát erre, jó? Egy ismerősöm, nem gondoltam azt, hogy elnyomó, hanem azt mondta, hogy ő elmegy újságírónak. Hát ledöbbentem, mert gyerekkorától ismertem, és nem gondoltam azt, hogy újságíró lesz. Ugye miért? Mert gyakorlatilag mondhatja azt ő, hogy hát majd pozitív híreket fogok írni. Csak nem veszik meg tőle. Érted? Nem veszik meg tőle. Tehát magyarul neki majd olyan híreket kell gyártania, amit megvesznek tőle. Azok meg nem a pozitív hírek. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy kőkeményen egy újságíró tesz azért, hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek. Világos ez? Tehát eleve ott kezdődik, hogy gondold végig, hogy minek kell tudnod olyan hírekről, amit nem tudsz befolyásolni. És nulla hatásod van arra a dologra. Tehát ami azt jelenti, hogy jó, olyan híreket kell hallanod, hogy mit tudom én, leszakad az ég, és akkor tészülj föl rá, érted, hogy vigyél esőkabátot, meg esernyőt, meg mit tudom én, érted? Mert az érinteni fog téged. De olyan hír, ami nem érint téged, minek kell tudnod? Azért, hogy másokkal lesz megbeszéld? Hát akkor az az megint azt jelenti, hogy etikátlankodsz. Mert energiavámpírságról beszéltem az imént. Oké? Okay? Hogy azzal tudsz energiát nyerni, hogy másoknak rossz híreket mondasz. Oké? Okay? És erre ő mit csinál? Elromlik a hangulata, és az az energia, amivel csökkent az ő energiája, annyi energiával neked több lesz. Na most ez meg ugye etikátlanság. Mert ugye nem ebből kellene, ebből a két területből energiát szerezni. Hanem van egy harmadik, ami nyilván nem olyan nagy energiát ad, de energiát ad, hogyha egy ember kimegy a természetbe. Érted? És akkor mit tudom én, ahol vannak bőven növények, főleg fák. Ott az a terület, ahol vannak fák, ugye az energiával teltebb. Főleg minél nagyobb fák vannak, annál teltebb energiával az a környék. Tehát az energia, a fák, azok ilyen, meg a növények, azok ilyen energiavonzó helyek. De nyilván elsősorban ugye a nagy terjedelmű fák, növények. És ezt tapasztalhatod is, hogy ha kimész a természetbe, feltöltődsz. Oké? Okay? Na most, hát ezért menekülnek a városokban a kő dzsungelből az emberek időnként. Jó? Sokan ugye minden héten egyszer legalább. Tehát hétvégenként, ha olyan az idő természetesen. Szóval, ugye ez nem etikátlan, ebben semmilyen etikátlanság nincs. Akkor nézzük a másikat. Akkor van, létezik olyan, hogy univerzumi energia. Ami az embernek rendelkezésére állna, csak nem tudják az emberek,
hogy kell ezt az univerzumi energiát megszerezni. Itt nálunk ezt tanultjuk egyébként. És ugye van még egy energiaforrás, az pedig a teremtői energia. A teremtői energiát azt nem tudod megszerezni, azt megkapni tudod. Az kizárólag azok kapják a teremtői energiát, akik teremtenek éppen. Teremtenek. Tehát a teremtésre kapják az univerzum energiát. Tehát a nem univerzum energiát, a teremtői energiát. Tehát teremtésre született a teremtői energia. Oké? Okay? De ezt kapja az ember. Célzottan az adott személy. Oké? Okay? Tehát például mondjuk éppen teszel magadért, vagy éppen teszel valamit a családodért, vagy éppen teszel valamit közösségért, vagy éppen teszel valamit az emberiségért, vagy éppen teszel valamit a élővilágért, vagy éppen teszel valamit a valami élettelen, jelentős dologért, vagy éppen teszel valamit a lelkedért, a tudatosságodért, a logikádért. Oké? És van még egy, hogyha éppen teszel valamit a teremtődért. Oké? Arra is kapsz energiát. De ez ugye a legtöbb embernek, főleg itt nyugaton, kínai. Pedig Kínában nem kínai ez a dolog, itt ma nyugaton kínai. Tehát ami annyit jelent, hogy ha kicsit megnéznénk, tehát ezen a bolygón él 8 milliárd ember. Hát abból mondjuk Európában durván él mondjuk 1 milliárd. A föld többi részén él mondjuk 7 milliárd. Van még, vegyük le ugye Észak-Amerikát, tehát mondjuk legyen mondjuk másfél milliárd, Ausztráliát, legyen másfél milliárd ember a 8 milliárdból, amelyik nem sok fogalma van arról az embereknek, ennek a másfél milliárdnak, hogy ez elsősorban ugye a fehér emberek, hogy teremtő Isten, azt mondja valaki, hogy de hát én hívő vagyok, és van fogalmam arról, hogy teremtő vagy Isten. És akkor arról is van fogalmad, hogy hogy teszel a teremtődért? Hát ha nincs fogalmad arról, hogy hogy teszel a teremtődért, és azt mondod, mit tudom ilyenkor, hogy hát imádkozok felé. És azzal teszel, érte? Hogy imádkozol felé? Mert ugye azzal csak kérsz, nem? Az imával, hogy mit szeretnél? És mit adsz a teremtődnek? Ugye adó-kapok van, és nem csak kapni akar jön egy ember, hanem adni is akarjon először. Csak hát én tudom, hogy a nyugati társadalomban az emberek azok elsősorban kapni szeretnének, és nem adni. Mert erre nevelték őket, beleértve engemet is természetesen, csak én nekem már más a világnézetem ebben a kapcsolatban. Jó, szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy a legtöbb hívő, mondjuk a fehér emberek közül, az kapni akar a teremtőjétől. És mit adsz neki? Mit? Nyilván ezt most nem fogom neked tanítani, hogy mit adjál neki. Jó? De tanítom a képzéseknek, hogy hogy kellene ez úgy működni, hogy működjön. Hát nézz körül. Ha körülnézel, kis történelm, vagy a jelen időszakot megnézed, történelmi időszakot, attól, hogy hívők voltak az emberek, nem biztos, hogy rendben volt az életük. Sőt, megnézed, tudom én, az első világháború az úgy jött létre, hogy Jézus nevében ugrasztották egymásnak a népeket. Hoppá. Szó szerint. Szó szerint, és mind a két félnél ott voltak a papok jelen a seregekben,
és ott áldották a harcoló feleket, egymással szemben harcoló feleket, érted? És ez volt, ez az első világháború erről szólt, szó szerint. Tehát ami azt jelenti, hogy egy röhely, nem? Ha végig gondolod, egy röhely. Tehát a vallás, és egyébként hány vallásháborút láttál már, vagy hallottál már, lehet, hogy látni nem láttál, mert nem nagyon láttunk, hála Istennek, hanem hallottunk róla, vallásháborúkról. Ugye a legközelebbi vallásháború a Írországban volt a katolikusok és a protestánsok között. Oké? Az pár évtizeddel ezelőtt volt. Oké? Szóval gondold végig, hogy hát ha csak kér az ember a teremtőjétől, hát ez olyan, mint nézzünk egy másik példát, ehhez kapcsolódó. Ott van a szeretet kérdése. Ha csak szeretetet akarsz kapni, és nem adsz, akkor nem fogsz kapni. Érted? Ha mindig csak kapni akarsz szeretetet, és nem adsz másoknak szeretetet, akkor nem fogsz kapni szeretetet. Így működik. De ugyanez a teremtővel kapcsolatos dolgok is. Ha teremtődnél csak kapni szeretnél, és te nem adsz semmit, akkor miért segítsen? Logikus? Oké? De hát ezt nyilván nem itt fogom megtanítani, hogy ennek hogy kell működni, hanem a képzéseinken. Szóval olyan képzéseket csinálunk, ha megnézzük, amivel tanítjuk az embereknek, hogy hogyan működjenek jól a saját életükben. De ez több is társul, sőt abban is segítünk, hogy hogyan segítsenek másoknak abban, hogy jól működjenek. De ez önmagában kevés, mert ezek ilyen fizikai dolgok. Tehát ugye fogod és dolgozol, pénzt keresel, vagy akármit csinálsz, az egy fizikai megnyilvánulás. És mi van azzal, ami nem hal meg benned, ami tovább él, ami majd megjelenik egy következő felső rendű életben. Ugye, mert az ember az egy felsőbb rendű lény az állatokhoz, növényekhez képest. Tehát egy felsőbb rendű életben. De ugye a felsőbb rendű élet az nem csak az emberi élet. A világegyetemben számtalan felsőbb rendű életforma van. Ebből a földi emberi életforma a legalacsonyabb szintű. Hoppá. Szó szerint legalacsonyabb szintű. Hát miért legalacsonyabb szintű? Hát mert az ösztöneidet használod, ahelyett, hogy az eszedet használd, a logikádat használnád. Érted? És ha megnézed, az emberek jó része pont így működik. Hogy nem a tudatát használja, hanem az ösztöneit. Hát a nálunknál fejlettebb létformákban nincs olyan, hogy ösztönös működés. Csak logikus működés. Érted? Tehát ezért, ha megnézzük, mi vagyunk a legfejletlenebb értelmes lények. Felsőbbrendű lények a világegyetemben. De nem ezek voltunk mindig. Te egy értelmesebb létformából jöttél. Mindenki itt a Földön egy értelmesebb létformából jött. Kivétel nélkül mindenki. Az embernél értelmesebb létformában.
Világos ez? Mindnyájan. Minden 8 milliárd ember. És mit csinálsz itt a Földön? Hm? Nagyon egyszerű. Megéléseid vannak. Megélsz olyan dolgokat, amit a másik létformában sokkal hosszabb idő alatt élnél meg. És itt sokkal rövidebb idő alatt élsz meg. És azért vállaltad, hogy lejössz, hogy megélj különbségeket a jó és a rossz között. És a jó és a rossz különböző fokozatai között. Na most gondold végig, ha a rosszt kellene megtanulnod, akkor nem kellett volna lejönnöd. Miért? Mert ha egy lelked sok rossz dolog ér, akkor romlik, elromlik. És egyre gonoszabb és gonoszabb lesz. És a fenti létformában is ez meg tud történni. Hogy egyre gonoszabb és gonoszabbá válnak lelkek. És akkor ugye mit csináltak ezek a gonosz lelkek? Szembefordultak a Teremtővel. Legismertebb ilyen szembefordulás? Lucifer szembefordulása. Oké? Tehát Lucifer hozzánk képest egy isteni lény. Oké? De a lélek úgy működik, hogyha sok-sok rossz dolgot él meg, akkor egyre gonoszabbá és gonoszabbá válik. Hát nézd meg, itt az embereknél is ezt tökéletesen lehet látni. Oké? Hát minél több rossz dolgot él meg, annál gonoszabb és gonoszabb lesz. Így működik a lélek. Az állatoknál ez nem így van, ha megnézed. Az állatok azok nem lesznek gonoszabbá, érted? Ha valami gonosz állat van, az általában majdnem ugyanolyan gonosz, mint. Ha valamelyik nem gonosz, az nem lesz gonosz. Egy békés állat, az nem lesz gonosz. Érted? Az embernél van ez, hogy az ember az szépen gonosszá válik, ha sok negatív dolog éri. És ugye egyáltalán nem mindegy, hogy egy lény mennyit töltött el itt a Földön. Nem egy földi létben, hanem a földi léteiben. A múltkor megkérdezték tőlem egy előadáson, mikor ilyen dolgokról beszéltem, csak kicsit hosszabban, és akkor ugye másabb állapotba, tehát mentálisan másabb állapotba kerülök, és akkor itt talán körülbelül ennyien voltunk, vagy még egy kicsit többen, és szépen megkérdezték, aki akarta, hogy hanyadik életét él itt a Földön, és akkor mindenkinek elmondtam, hogy hanyadik életét. Oké? Tehát lényeg az, hogy ugye nem az első életét töltik az emberek egy része a földi létnek. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gondold végig, ez úgy működik, kis tanítás megint, de módszer nem lesz benne. Ez úgy működik, hogy leszülettél először egy fenti létformába, tehát egy magasabb rendű létformából, az azt jelenti, hogy vagy isteni, vagy angyali létformából jöttél le. Leszülettél ide, gonoszodtál, és utána, ahogy meghaltál azon a gonoszsági szinten, azon születtél újra. Érted? Mindenki. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy úgy jön létre ez a gonoszság, hogy olyan családba születtél bele, vagy szület bele. Jó, te valószínűleg nem, mert itt tanulsz, de akik nem tanulnak itt, valószínűleg olyan családba született be, ahol megéli azokat a dolgokat gyerekkorban, hogy olyan gonoszszá válja majd felnőttként,
mint amilyen szinten volt a halálán. Világos ez? Mert ugye mindenki töröltudattal születik, ezért marad a tiszta szeretet, és ezért nem gonosznak született az ember. De a család az gonosszá tudja tenni ám az embert piszkosul. Oké? Meg a megélt történések, azok gonosszá tudják tenni az embert. És akkor az azt jelenti, hogy nyilván felnőtt cselekvés a legfontosabb, mert a gyerek az ugye 7 éves koráig abszolút a szüleitől függ, 7-14 között még nagy részben a szüleitől függ, 14-21 között is még kis részben a szüleitől függ, de 21 fölött már a saját életét éli. És onnantól kezdve minden felelősség a cselekvésért az övé. Oké? Tehát 7 éves korig a gyerek minden cselekvése a szülő felelőssége. Tehát mintha a szülő tette volna. Érted? Tehát lényeg az, hogy utána az illető még esetleg gonoszodik tovább, akkor lesz egy következő, még nehezebb élete. Világos ez? Az újraszületésnél, illetve hát ez nem újraszületés, hanem a lélek, amikor újba belép egy testbe, egy újszülött testbe. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy nem annyira egyszerű az emberi lét, mint amit tanítottak nekünk biológiából. Hála Istennek nem olyan egyszerű az emberi lét, hanem sokkal, de sokkal bonyolultabb az emberi lét. És az embereknek nagy részének halvány fogalma sincs például, hogy mi van a halála után, vagy mi lesz a halála után. Vagy halvány fogalma nincs, hogy mi volt a megszületés előtt. Halvány fogalma nincs. Pedig én úgy gondolom, hogy ezek elég fontos információk lennének. Mert ezek az információk meghatározták azt is, hogy te milyen családba születtél. Oké? Ugyanis mielőtt leszülettél, kiválasztottad a családodat. Te választottad ki. Oké? Ugye miért tud akkor az ember másként dönteni a létközi állapotban? Mert nincs teste. És ezáltal nincs ösztöne, csak tudata van. És az azt jelenti, hogy nincs, ami gátolja a logikus működését, a logikus gondolkodását, mert nincs teste. Világos ez? Mert itt a logikus gondolkodást a testünk gátolja, főleg akkor, hogyha nem vagy jó állapotban. Érted? Tehát azért, hogy jó állapotban legyen az ember, mindent meg kellene tennie. Mindent. Ezt is tanítjuk, hogy mit. Ha nem tanulsz, itt találd ki magad. Jó? De biztos, hogy nehéz dolgod lesz, előre mondom. Oké? Szóval lényeg az, hogy ha az ember tudja, hogy hogy működik az élet, és hogy működik az ember, akkor sokkal könnyebb az élet. Oké? Sokkal. Tehát, hogyha neked nehézségeid vannak az életeddel kapcsolatban, és azt szeretnéd, hogy könnyebb legyen az életed, mit jelent az könnyebb? Hát egy szót mondok ezzel kapcsolatban csak. Legyél szabad. És az emberek nagy része egyáltalán nem szabad. Legyél szabad. Tehát mit jelent a szabadság? Jó? Tehát azt jelenti a szabadság, hogy azt csinálod, amit szeretsz. Érted? Azt csinálod, amit szeretsz. Amit szeretsz, akkor csinálod, amikor szeretnéd. Világos ez?
és azzal vagy, akivel, akit szeretsz. Érted? Vagy azokkal vagy, akiket szeretsz. Ezt jelenti a szabadság. Akkor azt is jelenti a szabadság, hogy nincsenek benned félelmeid, mert akiben félelmek vannak, az nem szabad. Az a saját félelmeinek a csapdájában van. Oké? Tehát, hogyha neked félelmeid vannak, akkor te nem vagy szabad. Tehát szabadnak kell lenni. A szabadsághoz tartozik, hogy van minden olyan körülményed, megvan, az azt jelenti, hogy amiről gondoskodsz, hogy nincs akadálya, hogy a körülményeidről gondoskodj. Olyan formában, amilyen formában szeretnél. Érted? Tehát ennek nincs akadálya. A legtöbb esetben a körülmények gondoskodásáról a pénz problémája, kevéssége okozza. Tehát, hogy nincs elég pénze az embernek. Tehát az embernek van elég pénze, akkor a körülményeit úgy tudja alakítani, hogy a körülmények ne okozzanak problémát. Világos ez? Tehát ez is fontos, hogy legyen elég pénze az embernek. Akkor van még, a szabadsághoz tartozik azt, hogy jól érezd magad a bőrödben. Tehát ne legyél mondjuk beteg. Ne érezd azt, hogy mit tudom én, nem szeretnek. Ne érezd azt, hogy magányos vagy, stb. Stb. Érted? Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy magányos, akkor a magány csapdájában van. Az egy csapda. Érted? Ha valaki azt érzi, hogy nem szeretik, akkor a szeretet hiány csapdájában van. Világos? A csapda az nem szabadság. Az egy békjó. Az megbékjóz. Érted? Tehát az embernek ezekről gondoskodni kell, de nem úgy, hogy kapni akarok szeretetet, mint amit elmondtam, hanem úgy, hogy adok, hogy kapjak. Érted? És ha eleget adsz embereknek, akkor eleget fogsz kapni. Oké? Tehát ez még mind a szabadság, amiről beszéltem. Tehát bármi olyan dolog, ami megbékjóz, tehát csapdába ejt, az a szabadságodat kiiktatja. Világos ez? Tehát mondok példát. Mit tudom én, nagyon vágysz valamire. Tehát vágyódsz valamire, vágysz valamire. És nem tudod elérni. Akkor annak a csapdájában vagy. És akkor ezért nem vagy boldog. Világos ez? És nem vagy szabad. Mert annak a csapdájában vagy. Világos ez? Mind ami csapdába ejt, az a szabadságodat veszi el. Ha egy dolog is csapdába ejt, már is nem vagy szabad. Világos? Jó, és másik az, még az is szabadság, hogy te osztod be az idődet, és nem más ossza be neked. Világos ez? Mert ha más ossza be az időd, akkor másnak a csapdájában vagy. Érted? Más időbeosztásának a csapdájában vagy. Tehát neked kell beosztani az idődet, hogy szabad lehess. Világos? Akkor, ha azért van rossz érzésed, mert nem ismernek el például, akkor az elismerés hiányának a csapdájába vagy. Érted? És akkor megint nem tud szabad lenni, mert hiányzik az elismerés másoktól. Világos ez? Tehát lehet, hogy te ügyes, okos vagy, de minden embernek kell másoktól megerősítés ebben.
az kevés, hogy te tudod ezt magadról. Nem csak neked kell tudni magadról, hanem másoknak is. Világos ez? Mondok példát. Mit ér az a művész, a mondjuk festőművész a festményeivel, ha gyönyörű festményeket csinál, hogyha senki nem látja, csak ő? Mit ér vele? Semmit. Világos ez? Semmit nem ér vele. Mert velegetheti a vállát, hogy ó, de frankó vagyok, hogy micsoda festményeket csináltam. De ha senki nem látja, mert mondjuk fél attól, hogy ellopják, csak most mondtam valamit, akkor olyan, mintha nem is festett volna semmit. Világos ez? Tehát a saját félelmének a csapdájában van. Tehát bármilyen félelem, az csapda. És megakadályoz a szabadságban. Hát minden csapda. Hát a csapdába beleragad az ember, érted? A csapda azért csapda, hogy ott ragadunk. Ha ott ragadunk, akkor nem vagyunk szabadok. Világos ez? Jó? Ismerek olyan embereket, akik abban a csapdában vergődnek, hogy dolgoznak, gűriznek, és akkor alig várják, hogy szabadságuk legyen, és mit tudom én, élvezzék a szabadságot. Ez egy csapda, érted? Ha jobban megnézed. És akkor mondjuk esetleg mindent megtesznek abban a munkában, hogy nehogy véletlenül elbocsátsák, mert akkor onnantól kezdve nem tudja megtenni azt, hogy mit tudom én, menjen nyaralgatni, vagy üdülgetni. Érted? Szóval, ha te úgy gondolod, hogy szeretnél szabad lenni, akkor itt a helyed. Ha szeretnél fejlődni, itt a helyed. Szeretnél olyan dolgokat tanulni, amit a mindennapokban tudsz használni. Mondjuk ezeken a területeken, mutatom. Akkor itt a helyed. Ha szeretnél másoknak is ezekben segíteni, itt a helyed. Már csak azért is, mert adunk, kapunk, adok, kapok van. Érted? Tehát, hogyha te tudást adsz embereknek, akkor te is kapsz tudást. Ha szeretetet kapsz, adsz embereknek, te is kapsz szeretetet. Ha szabadságot adsz embereknek, te is kapsz szabadságot. Érted? Ha félelemmentességet nyújtasz embereknek, akkor félelemmentes lesz az életed. Világos ez? Tehát azt kapsz majd, amit adsz másoknak. Világos ez? Tehát itt az ideje, hogy ne csak kapni akarj, hanem adni is. Oké? És ugye itt van egy közösség, ahol segítenek a vezetők abban, hogy tudjál adni másoknak. És nem azért adunk, hogy kapj, hanem mert az adás az öröm. Világos ez? Tehát adni örömet jelent az embernek. És ha jól csinálod az életedet, akkor lehet, hogy nem kell reinkarnálódnod. Érted? Mert azt döntöd, hogy nem akarsz reinkarnálódni emberi létformába. Hanem akkor mi lesz veled? Egy magasabb létformába kerülhetsz te is. Oké? Abba a létformába, amiből jöttél. És tudod, mi nagyon jó hír avval kapcsolatban? Hogy visszakaphatod az összes tudásodat, az összes életednek a tudását. Ugyanis a te lelked az jóval több, mint 1,5 millió éves. Oké? Tehát nem holmi 40, 50, 30, 20, akármennyi éves vagy. Érted? Hanem annak a nagyon sokszorosa. És gondold végig, hogy a megélt
tudást, mondjuk 150 millió év tudását vissza tudnád kapni. Lehet, hogy téged ez nem motivál, de remélem, hogy igen. Oké? És ugye most gondold végig, itt vagy ebben az életben, kapod a problémákat, és ezeket a problémákat vagy megoldod, vagy ugye ami nem vonatkozik rád, azt elhajtod, de gyorsan, és tanulsz ezekből a dolgokból, és akkor följuthatsz egy olyan létformába, ahol sokkal, de sokkal kevesebb probléma lesz, és olyan probléma meg nem lesz, amit ne tudnál megoldani. Világos ez? Tehát az életben meg lehet, ebben az életben meg lehet azt tanulni, hogy olyan magas tudással rendelkez, hogy az összes problémával, amivel találkozol, az ne probléma legyen, hanem megoldandó feladat. A probléma és a megoldandó feladat között az a különbség, hogy a probléma, hát az azt jelenti, hogy lehúz, és nem tudod megoldani. A megoldandó feladat pedig azt jelenti, hogy van elég tudásod, nem, ezáltal nem húz le a probléma, hanem egyszerűen fogod és megoldod. Világos ez? Óriási különbség. Tehát a megoldandó feladat igazából az nem egy probléma, hanem egy kihívás. Érted? És ez azt jelenti, hogy az ember megtanulja a dolgokat, az élet és az ember működését, akkor onnantól kezdve nem jelent problémát egy probléma megoldása. Világos ez? Ha szeretnél itt tanulni, akkor ennél kedvezményesebben ilyen tudást sehol nem fogsz kapni. Jó? Beszéld meg az ajánlóddal, hogy mennyibe kerül most a tandíj. Jó? 30 órányi havi képzésünk van, ehhez képest ilyen potom összeg az óradíj, de nem óránként fizetnek a tanulók nyilván, hanem havonta. És lényeg az, hogy várunk szeretettel. Jó? Legyél minél hamarabb tanuló, mert az idő az nem melletted van, hanem ellened. Ami azt jelenti, hogy az idő az fogy. És minél később eszmélsz, hogy tanulnod kellene, annál kevesebbet fogsz tudni. Világos ez? Úgyhogy az idő az soha nem értünk volt. Az az egyetlen dolog, ami ellenünk van, mert az fogy. De csak a testünk számára fogy. A lelkünk számára egyáltalán nem, mert az halhatatlan. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!